mert jobb emberek, mint mi. Éreztem magamban a hazai rutint, ingert a szorongásra, a félelemre, a türelmetlenségre. Mit lopja a napot, miért nem szor rá a gyerekre, miért nem hozza már? De a tenger, a falucska szűk utcái, a mosolygós emberek nem hagyták ezt. Minden mozdulat kigúnyolta jó tálpját rutinjaimat. Irigy lettem, bevallom. Egészen őszintén irigy. Szeretném én is elhagyni eredendő sértettségem, amit már az apám is hurcolt, és az ő apja is. Az örökös gyanakvást, hogy engem rá akarnak szedni, meg akarnak károsítani, át fognak verni. Megalázó helyzetbe fogok kerülni, és másról sem szól Magyarországon az élet, mint hogy ezekre készülök, és ezeket heverem ki. Mert semmilyen sérelmemre, ahogy az apáméra és az ő apjájára se volt, nincs orvosság, jóvátétel, igazság. Vajon én tudtam valaha bízni, várni? Láttam egy öreg livornói nénit, járókeretbe kapaszkodva csodálta a tengert, aztán behunyta a szemét, és csak hagyta, hogy simogassa a sós szél. Amikor elfáradt, idős fia és menye visszasegítették az autóba. Néztem az órámat. 3,5 percig tartott, mire be tudott ülni az ülésbe. Addig állt a tengeri úton, az egyetlen hegyi szerpentinen a forgalom. Várták, hogy egy idős ember elinduljon haza. Nem dudáltak, nem villogtak, nem mutogattak. Egy idős asszony szerette a tengert, és most hazamegy. Az az idős ember mi vagyunk. A mi múltunk, a mi zálogunk, a mi toleranciánk, a mi szeretetünk. Ön tudta ezt? Bécsre, Szegedre, Debrecenbe, Kaposvárra és Egerbe megérkeztek a lángok. Ez a láng a felsőoktatás függetlenségének és szabadságának a jelképe. Ami velünk történik, nem csak a mi egyetemünkről szól, nem is csak az egyetemistákról. Az oktatás és a tanulás szabadsága egy jól működő demokrácia alapköve. Ha egy egyetemet megfosztanak autonómiájától, ezt az alapkövet mozdítják el. Pálinkás József, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnökének gondolatai következnek. Örömmel vagyok itt mindenkivel, aki ma is eljött, hogy kiálljon a szabadságért. A Színház és Filmművészeti Egyetem szabadságáért, a művészet szabadságáért, az oktatás szabadságáért, a tudomány szabadságáért, és igazából véve mindannyiunk szabadságáért. Tettek és tettünk már kísérletet arra, hogy az arrogáns és mindenre rá telepedni kívánó politikai hatalom képviselőinek tudomására hozzuk, hogy hagyják szabadon működni az autonóm intézményeket. Sajnos épp az ellenkezőjét teszik. A Színház és Filmművészeti Egyetem diákjai 34 napja példát mutatnak. Az ő bátor kiállásuk talán ráébreszt mindenkit, hogy már régen nem egy-egy intézmény szakmai egyeztetések nélküli erőszakos átalakításáról van szó. Nem csupán a művészetek, a tudomány és az oktatás szabadsága a tét, hanem mindannyiunk szabadsága, és egy jobb, boldogabb élet reménye. A művészet és a tudomány szabadnak született, és csak szabadon létezhet. Nem lehet más. Ilyen a természete.
vagy szabad, vagy nincs. A politikusok többsége a hatalomba szerelmes. A művészeknek, tanárok, a tudomány művelői csak az igazságba lehetnek szerelmesek. Az igazi művészet és a jó tudomány mindig kritikus. Ez persze néha nehezen viseli, de ezzel teszi jobbá a világot. A kritikus, az önmagával is kritikus tudomány segít abban, hogy jobban megismerjük a világot, jobban megismerjük önmagunkat. A művészet a színpadon, a filmvásznon, vagy éppen könyvekben szembesít minket önmagunkkal, szembesít minket a széppel és a jóval, vagy éppen a csúffal és a gonosszal. Hogy gyönyörködjünk, vagy éppen elborzadjunk. Hogy keressük a jót, és időben vegyük észre a gonoszságot. Csak az ostoba hatalom fél a kritikától. Az okos tanul belőle. A körülöttünk lévő világ történései sok veszélyt rejtegetnek. Rengeteg aggodalomra adnak okot. Azt sem tudjuk, hogy ez a sok áldozatot követelő világjárvány és következményei milyen megpróbáltatások elé állítanak még minket. Abban azonban én mélyen hiszek, hogy a fizikai és lelki kínokat csak a tudomány és a művészetek segíthetnek enyhíteni. A tudomány, a művészet és az alkotás szabadsága a garancia arra, hogy a legnyugtalanítóbb kérdésekre is megtaláljuk a legjobb válaszokat. A siker kulcsa azonban az egymásban bízó, egymást tisztelő emberek közössége. Azért vagyunk itt, mert ilyen közösség akarunk lenni. A magyar művészeknek és tudósoknak a nyugodt alkotó munkához szükségük van a szabadság és egy új világ friss levegőjére. Szabadság, erkölcsi tartás, bizalom és szolidaritás teremthet egy jobb, boldogabb Magyarországot. Álljunk ki ezután is együtt, mindannyiunk szabadságáért. Köszönöm, hogy meghallgattam. Az egyetemfoglalás ikonikus dalát, a titkos egyetemet hallhatjuk most Harcsa Veronika és Gyémán Bálint előadásában, utána pedig a színpadon a Richard Gere. Nagy szeretettel köszöntünk benneteket, kedves diákok, kedves szolidáris tömeg. Csodálatos látni benneteket, és csodálatos együtt lenni ebben az ügyben. Azért vagyunk itt, hogy mi is elhúzzuk a nótátokat. La la la, my love.
egyetem titkosan kezdődik, mégis utoljára kivilágosodik, mégis utoljára kivilágosodik. Now I look what's taking over me. Could you fake it if I won't?